Előadásokkal egybekötött beszélgetés sorozatot indított a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete az önkormányzattal közösen. Az Ifjúsági Közéleti Akadémia célközönsége elsősorban a fiatalok, de bárkit szívesen látnak a programokon. A hét előadást az egyetem oktatói felváltva tartják a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában és a Művészetek Háza kávézójában. A rendezvény célja, hogy megkérdezzék a fiatalokat a többi közt arról, hogy hogyan érzik magukat a városban, milyen elképzeléseik vannak a jövőt illetően, az ötletek Miskolc ifjúság politikai koncepciójába is bekerülhetnek. Ebből a nagy kutatásból négy olyan országot szeretnék bemutatni, amelyek véleményem szerint érdekesek lehetnek és fontosak. Az Ifjúsági Közéleti Akadémia első előadója Fekete Sándor egyetemi adjunktus volt, és az Y-generáció a régióban címmel tartott előadást. Prezentációját a közélet, politika, valamint általában a világ témakörben egy magyarországi, ausztriai, bulgáriai és lengyel kutatásra építette. Az érdeklődők és a Miskolci Egyetem hallgatóinak figyelmét is felkeltette a téma. Az előadások közül a politikatudomány, ami nagyon-nagyon most még aktualitásából kifolyólag is így érdekel, úgyhogy nagyon várom a részvételi demokrácia című előadást, meg a demográfiát, ami a régió demográfiáját illeti. Az Ifjúsági Közéleti Akadémia egy hét előadásból álló interaktív beszélgetés sorozat szakmai előadók meghívásával. Az egyetemen szabadon választható tárgyként ez megjelenik, úgyhogy kreditet kapnak érte az egyetemisták, de természetesen nem csak őket, hanem náluk fiatalabbakat, illetve természetesen idősebbeket is várunk, akiket érdekelnek a témák. Azt gondolom, hogy hét nagyon érdekes témával készültek a szervezők, amelyek úgy gondolom, hogy minden miskolci számára tartalmazhatnak újdonságokat, érdekességeket. Varga Andrea alpolgármester szerint az előadások olyan kérdéseket járnak körbe, amelyek a Miskolcon élő fiatalokat leginkább érdeklik. Ilyenek a többi közt, hogy milyen igényeik, szükségleteik vannak, és melyek azok a megtartó erők, amik a városban maradáshoz szükségesek. Az is nagyon fontos célja, hogy tanuljunk belőle. Arra kértem ma az akadémia résztvevőit, hogy kérdezzenek az előadóktól, és mutassanak rá azokra a nehézségekre, azokra a szükségletekre, igényekre, amelyek befolyásolhatják az önkormányzat döntéshozatalát, hiszen most készül az ifjúságpolitikai koncepciónk. Ennek pont az a lényege, hogy igyekezzünk minél több fiatalt Miskolcon megtartani, sőt, ha tovább tekintünk, akkor az a cél, hogy minél több fiatal akarjon Miskolcon letelepedni, nem csak hogy akik visszajönnek, hanem akik számára Miskolc az ideális lakóhely. Az Ifjúsági Közéleti Akadémia következő alkalma március 9-én lesz a Művészetek Háza kávézójában, és Cseperi György professzor emeritus tart előadást a függőség, depresszió, reziliencia témában.